Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Augusztus 30-án tanévnyitó ünnepséggel nyitotta meg az új tanévet az általános iskolában Papné Guba Éva, az intézmény vezetője. Szeptember 2-án 544 tanuló kezdte meg tanulmányait a Kisteleki Tanintézményben. Az új tanév 2025. június 20-áig tart. Augusztus 30-án a Kisteleki Általános Iskola tanévnyitó ünnepséget tart. Miről fog szólni a mai nap? Hát leginkább arról, hogy bár tombol a nyár ezerrel, de hogy felkészüljünk arra, hogy hétfőn, szeptember 2-án a 2024-25-ös tanév alkalmából az első tanítási napon közösen el tudjuk kezdeni a munkát. A Kisteleki Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén hagyomány, hogy az leendő első osztályosokat itt az iskola tanulói színe előtt először köszöntjük közösen, és ezt mindig így szoktuk megcsinálni, így este fele, délután fele, hogy a szülők el tudják kísérni a kis gyerekeket az iskolába. Mi várja a leendő elsősöket az első héten? Nagyon-nagyon sok érdekes dolog. A tanulók már megkapták a tankönyveket, ezeknek a kiosztása megtörtént. Remélem, hogy ezt már nézegették az elmúlt napokban, és hát az első héten leginkább az ismerkedésről, az iskolaépület megismeréséről és egymással való kapcsolatoknak a kialakításáról fog szólni. Én bízom benne, hogy gyorsan aklimatizálódni fognak ezek a kisgyerekek. Természetesen tudjuk, hogy ők még most érkeznek az óvodából, és próbáljuk nagyon-nagyon zökkenőmentességé tenni ezt az óvoda-iskola átmenetet. Nagyon sok játék, nagyon sok érdekes feladat fogja várni ezeket a kisgyerekeket, és bízunk benne, hogy nagyon jól is fogják magukat érezni majd az iskolában. Jó, hogy a nyári csend után újra itt vagytok, és vidámsággal töltitek meg az iskolát. Remélem, mindannyiótoknak kellemesen telt a nyári szünidő, és sok érdekes, izgalmas élménnyel és tapasztalattal gazdagodtatok. Hány gyermek kezdi meg tanulmányait itt Kisteleken? A Kisteleki Általános Iskola első év folyamán 76 tanuló kezdi meg az osztályba lépés után a tanulmányait, három osztályban, három párhuzamos osztályban. Ez azt jelenti, hogy azért elég nagy létszámú, 5-6 fős osztályokban dolgozunk, ami azért némi alkalmazkodási készséget, képességet mindenféleképpen kér, igényel mindannyiunktól, de azon leszünk, hogy ezt a beilleszkedést megkönnyítsük, és a tanítónénik nagyon nagy szeretettel és nagy rutinnal várják már ezeket a kispajtásokat, és biztos vagyok benne, hogy sikeres tanévet fogunk majd zárni 183 tanítási nap múlva. Mik a tapasztalatok, honnan érkeznek a diákok? Leginkább a beiskolázási körzetünk az Kistelekváros közigazgatási területe, tehát a két óvodánkból érkeznek legtöbb kisgyermek, úgyhogy ismerik is egymást azért a kis pajtások természetesen, de Kistelek járás területéről is érkeznek tanulók, hiszen nagyon sok szülő dolgozik itt a településünkön, és vagy járnak már itt a nagyobb gyermekeik, és ők választják a mi iskolánkat, leginkább azért, hogy a minőségi oktatáshoz való hozzáférést biztosítani tudják a gyermekeik számára. Hétfőn reggel ismét kinyílnak előttetek a tantermek ajtajai. Szeretettel várunk benneteket. Rengeteg tennivalónk lesz. Új tanév kezdődik, új feladatokkal, új kihívásokkal, és reméljük új lehetőségekkel és sok-sok örömmel is. Kérünk benneteket, dolgozzatok nagy szorgalommal, mert az igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek. Végezetül boldog pillanatokkal, szorgalommal, türelemmel, figyelemmel, erővel, jó egészséggel teli, eredményes tanévet kívánok mindannyiunknak. Ezennel a 2024-25-ös tanévet megnyitom. A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában is elkezdődött az új tanév. Szeptember első hetétől zeneművészeti, képző és iparművészeti, valamint táncművészeti tanszakokkal várja a régi és leendő növendékeket a művészeti iskola. Május napja, szép tulipán, csuda rózsát ébet, fő teri tő.
Kisfaleki Alapfokú Művészeti Iskolában elkezdődött a tanév. Hogyan kezdődik idén ez? Hát köszöntöm a kedves nézőket. Igen, idén tanévbe is várjuk szeretettel a hozzánk járni vágyó növendékeket. Nem csak Kisteleken, hanem Bakson, illetve Balástján is indítunk különböző foglalkozásokat, de a fő profilunk az összes hangszerrel és művészeti ággal itt Kisteleken jelenünk meg. Milyen művészeti ágakra jelentkeznek a diákok? De szokásos művészeti ágakban indítunk foglalkozásokat zeneművészet terén, illetve képző művészet és táncművészet. Zeneművészeten belül nagyon-nagyon sok hangszerrel megismerkedhetnek nálunk a növendékek. Fúvós hangszerek, fafúvós, részfúvós, vonós hangszerek, a hegedű és a cselló. Gitár tanszakunk indul továbbra is. Ütő hangszereken tanulhatnak a gyerekek, illetve a zongora, és nagyon remélem nem hagytam ki semmit. Képzőművészet terén grafikával, festészettel foglalkozó gyerekeket, vagy festészetet tanuló gyerekeket várunk, illetve néptánc tanszakunk is várja újonnan jelentkező növendékeket. Meddig van lehetőség a jelentkezésre? Van-e létszámkorlát? Hát most az első hetekben várjuk a növendékek jelentkezését, illetve a szülőknek a jelzését. Létszámkorlátunk igazából nincsen. Vannak olyan tanszakok, ahol nagyon-nagyon sok a jelentkező, mert közkedvelt, ilyen általában az ütő, illetve a gitár. Arra kérnék mindenkit, hogyha mondjuk gitározni szeretne a gyerkőc, akkor ne várjanak ezzel még heteket, hanem mindenféleképpen jelezzék azt nekünk. Hogyan zajlik az elméleti, illetve a gyakorlati oktatás itt az iskolában? Zenén belül egyéni órákon foglalkozunk a gyerekekkel, ez 2x fél óra. Egy héten, tehát így jön össze az 1x60 perc, illetve mellette zeneelmélet, kornak megfelelően szolfés oktatás, vagy zenetörténet a nagyobb gyerekeknek. Milyen fellépési lehetőségeik vannak a gyermekeknek? Az év során folyamatosan részt veszünk a környékbeli, illetve a helyi városi rendezvényeken, úgyhogy ott mindig megmutatják magukat az iskola növendékei. Itt az épületen belül és az iskolán belül az, ami hagyományos rendezvényünk a növendékhangversenyek. Növendékhangversenyeken szinte az összes diák meg tudja mutatni magát. Ide a szülők jönnek el, nagyszülők, kedves érdeklődők. Illetve még iskolai rendezvényünk lesz majd májusban a szokásos majálisunk, a néptáncgálánk, és a többi, és a többi. De a környékbeli és a városi rendezvényeken biztos, hogy szerepelni fognak a gyerekeik. A 18. Árszákra Fesztivál alkalmából szeptember 14-én, 20-án és 21-én ingyenesen látogatható a Néprajzi Kegyeleti Témapark. A bemutató térként működő park a temetkezéssel kapcsolatos hagyományokat, a 19. 20. századra jellemző hagyományos népi kultúrát és Kistelek helyi szokásrendjét, hagyományait tárja a látogatók elé. A Kisteleki Néprajzi Kegyeleti Parkban vagyunk, mi található itt? A Kisteleki Néprajzi Kegyeleti Témapark 21-ben jött létre, és itt olyan emlékeket próbáltunk elhelyezni, ami az életnek az utolsó lépését, a temetés, illetve a halál körüli emlékeket őrzi meg. Magának annak az oka, hogy itt egy ilyen kegyeleti témapark jött létre, az az oka, hogy valamikor itt egy temető volt, és ugye ez felszámolásra került, de nem szerettük volna úgymond a kegyeleti dolgokat megsérteni, és ezért nem úgy gondoltuk, hogy másnak itt nincs helye, tehát sem lakóháznak, sem bármi egyéb épületnek, ezért jött maga ez a kegyeleti témapark ötlete, és szerettük volna azt megmutatni, hogy régen hogyan zajlott a temetkezés,
A régi világban a halál sokkal inkább az élet része volt, mint ma. Ma ugye mindenki szeret fiatalnak, szépnek, örök életűnek lenni, amivel nincsen gond, csak emiatt ugye még nehezebb ugye magáról a halálról beszélni, vagy a halállal szembesülni. És ugye, ha itt ha szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy ez mondjuk a 19. 18. században, tehát a régebbi világokban ez teljesen természetes része volt az életnek. Az emberek sokkal természetesebben tudták fogadni. Mindenki tudta, hogy egyszer megszületik, az egyszer meg is fog halni. És tulajdonképpen ennek a témaparknak ez az egyik fontos mondandója, hogy nézzünk, lássunk, és azért nem kell annyira félni, el kell fogadni, hogy ez sajnos az életnek a része, mindenkinek rosszul esik, ha valamilyen történik a családba, de sajnos hozzátartozik. És szerettük volna azt megmutatni, hogy hogyan zajlott ez régebben, és kint Nagy-Magyarország formában található egy terület, ahol 21 sírjel van elhelyezve térképűen, tehát ott, ahol az eredeti megtalálható. Maguk a jelek hiteles másolatok, tehát teljesen ugyanúgy készültek, mint ahogy az eredeti helyükön vannak, kivéve a kisteleki sírjeleket, azok eredetiek, azok ugye ezen a temetőhelyen voltak annak idején, és ők kerültek tulajdonképpen egy kicsit a központjába ennek az egész kiállításnak. A belső térben pedig olyan kimondott kisteleki és kistelek környéki temetkezési szokásokat megörökítő emlékek vannak elhelyezve, amiket így gyűjtöttünk össze. Amiket itt láthatunk a vitrinekben vagy a tablókon, a képeket azokat helyi lakosok adták, ők küldték. Mikor ugye a pályázat zajlott, akkor meghirdettünk egy ilyen gyűjtést, hogy akinek bármilyen emléke van, vagy kölcsön, vagy örökbe, vagy fotók, azokat kértük, és nagyon sokat kaptunk, és ezeket tudtuk felhasználni. Tehát itt minden hiteles, erről a környékről való. Amikor ide kijönnek ilyen idősebbek, akkor még el tudják mondani, hogy ezt a hátunk mögött lévő zászlót ők vitték. Olyan kendője neki is van, ami a vitrínben van, amikor mit tudom, valami nagymamája vagy nagypapája meghalt. Tehát ezeket mind el tudják mesélni. És az itt látható tárgyakat tényleg a helyi emberektől, a plébániától, illetve helyi gyűjtésből kaptuk. Ez olyan szinten működik a mai napig, tehát most is kapunk azért folyamatosan. Néha van, hogy reggel kimegyek, és a postaládámat találok valamit bedobva, ki tudja, hogy mi ide ki fogjuk ezt hozni, és otthon megtaláltam itt a nagy takarítás közben a régi temetési kendőt, vagy ilyen ezt a halálközlő lapot, és akkor ilyeneket még ma is hoznak az emberek. A témapark csatlakozott a 18. Árszakra fesztiválhoz is. Mi várja itt az érdeklődőket? Ugye az Árszakra fesztivál ez egy országos program, és a lényege az, hogy azon az adott héten kicsit fölhívja a figyelmet, akár vallási, akár temetkezési, tehát ami a vallással, a kegyelettel kapcsolatos ilyen emlékekre, és az idén harmadszorra csatlakoztunk. Ezen a napon a múzeum ingyenesen látogatható, szeptember 14, 20 és 21-én reggel 9 és 19 óra között, és az itt lévő kollégáink szívesen tartanak egy kis tájlatvezetést, aki igényli, de aki természetesen önállóan szeretné végignézni, akkor ugye annak is van lehetősége. És ez a fő szempontunk, hogy jöjjenek, és hogy ez ingyen elérhető legyen mindenki számára. Kiknek ajánlaná ezt a témapark megtekintését? Igazából akik nagyon szokták élvezni, azok ugye az helyi idősebbek, vagy akik itt laktak kisteleken és elköltöztek, ők mindig nagyon nosztalgikusan jönnek ide, tehát ha ide látogatnak, és nagyon sokszor mi is tanulunk, mert rengeteg történetet el szoktak mesélni, meglátnak egy képet, elmesélni, hogy ő erre emlékszik, arra emlékszik, tehát igazából ez nekünk is hasznos. Másrészt én nagyon tudnám javasolni akár iskolai csoportoknak, hiszen a mai gyerekeknek is szerintem ez egy fontos téma. Egyébként a Kistelki Általános Iskolában van olyan pedagógus, aki rendszeresen kihoz osztályokat ide, és a gyerekek nagyon szokták élvezni, tehát a téma ellenére inkább közelebb kerülnek, és nagyon sok mindent megértenek. Meg ugye ez a külső parkrész viszont ugye egy szabad mozgásra is lehetőséget ad a gyerekeknek, de egyébként bárki számára, tehát turista csoportokat is tudunk fogadni. Ha valaki több létszáma jön és esetleg bejelentkezik, akkor egy nagyobb tárlatvezetést is tudunk nekik biztosítani. Telefonszámunk ugye elérhető az Árszakra oldalon is, ott van minden adat, tehát hogyha valaki messzebbről szeretne jönni, fölhív, akkor egy nagyobb tárlatvezetést is tudunk biztosítani. Kisteleki temetkezési hagyományok is megelevednek itt a témaparkban. Hogyan elevenedik ez fel?
Ugye egyrészt a kisteleki sírjeleket ugye meg lehet nézni, és ott igyekeztünk úgy összeállítani, hogy van kő, fém, fából készült sírjel, illetve, ami ugye itt a benti részben pedig kimondott a kisteleki emlékek, ugye régen volt itt a halottas kocsi, az úgy arról van egy történet, az utolsó vírasztásról, illetve meg lehet nézni a kócsókápolnak kialakulását, hogy jött létre, hogy lett felújítva, arról is van az ablakunkban egy kis tálat elhelyezve, és meg az összefüggések, hogy például ennek a temetőnek a vaskerítése, vaskapuja jelenleg a kócsókápolna bejárata, tehát a túloldali temető, az új temetőnél ugye nagy vaskapu. Tehát, hogy itt vannak összefüggések, hogy miből mi lett, és ezeket itt meg lehet tekinteni. Ha az ember egy kicsit figyel, olvas, akkor meglátja az összefüggéseket. Miért fontos ez, hogy ezek a hagyományok megelevenedjenek itt, és hogy ezt ápoljuk? Hát alapjában véve szerintem minden hagyománynak az ápolása fontos lenne. Tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az embernek a gyökereire szükség van. Pont a temető az szerintem az a vonal, ami az embernek a gyökerét megadja. Tehát, hogyha valaki, megfigyeljük, halottak napja, akkor elköltözik, tehát halottak napján biztos hazajön a helyi temetőbe, megnézni a saját családját, tehát valahogy a gyökereket adja. És szerintem ez a témaparknak is ezért is fontos, hogy így megmarad, mert itt is a mi halottaink voltak, és ez is a mi gyökereinknek a része. Egyébként itt a Nagyfánhoz közel volt például a Keresztes Nagy Antal sírja, akinek ugye a sír jele átkerült a kocsókápolna mellé, de maga a hamvai továbbra is ugyanúgy ott vannak a Nagyfánál. Tehát igazából ugye megmaradt ez a kettőség, ez a gyökérvonal, hogy az ember visszataláljon oda, honnan elszármazott, ha más nem egy évben egyszer legalább, és ezért tartottuk fontosnak, mert ez a múltunk meg a történelmünk része, és én azt gondolom, hogy az embernek ezt meg kell becsülni. Tehát aki nem becsüli a múltját, nem becsüli a természetet, nem becsüli az élet körforgását, az előbb-utóbb biztos bajba fog kerülni, vagy nehézségbe, ez fontos. A Kisteleki Testedző Egyesület utánpótlás csapatai is munkába fogtak szeptember első hetén. A fiatalokat és szüleiket az első edzések alkalmával közös értekezlet várta. Majd labdás gyakorlatokkal kezdték el az új idényre való felkészülést a gyermekek. Megtelte inni a pólyátok, mert ilyen nagy, és most voltam. Én már 7 óta itt fotítom. Én is. Én már most tanultam. Én már voltam már jó massa. Én is. Fotizni. Elindult a felkészülési időszak a Kite utánpótlás csapatainál is. Mi várja a fiatalokat az első héten? Így van, mai nap, ugye a 3-án indulunk, azok legkisebbekkel kezdünk toborzást. Ugye az U7-es korosztály az úgy néz ki, most a 2018-2019-es korosztályba várjuk a gyerekeket. U9-es korosztályba a 2017-2016-os korosztály, a U11-bocsánat ott 2014-15, és az U13-ba pedig 14-13, azt hiszem, hogy ebbe a korosztályba tartjuk a mai nap a toborzásokat. Bízunk benne, hogy minél több kis gyerek vesz részt megint. Általában ez nekünk az elég jó szokott sikerülni, hála jó Istennek, hogy a két óvodába is be szoktunk menni, illetve az iskolába is plakátokkal próbáltuk minket minél színvonalasabbá tenni a toborzásunkat. És ezt majd ma meglátjuk, hogy ez mennyire sikerült jól, de úgy látom, hogy a szülők is, meg a gyerek is nagyon várják már, hogy beinduljon újra a szezon. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyi fiatal szokott ilyenkor csatlakozni az Egyesülethez? A tapasztalat az, hála jó Istennek, hogy nagyon-nagyon sok gyerek van. Nyilván vannak lemorzsolódások. Ezt úgy tudnám mondani, mert az U7-U9-es korosztályt én csináltam, hogy az U7-es korosztályban volt olyan szezon, hogy 22-vel kezdtünk, és végén 14-15-tel fejeztük be, ami azt mondom, hogy nem olyan rossz. Az U9-es korosztályban szintén elmondható, hogy nagy létszámmal tudunk dolgozni, ott is az a 14-15 fő, amit most U9-ből mentek fel 12-en. Tehát azt mondom, hogy ha itt az ovis korosztályban megtartjuk ezeket a létszámokat, akkor utána már
mondhatom, hogy jól dolgoztunk. A legnagyobb problémám még mindig az a 19-es korosztály, amit 16-ot nem indítottunk, 13-as, 14-es korosztályunk van, amikor ugye már elmennek be iskolába, nyilván tanulás, egyéb dolgok bejönnek, és egyszerűen ott nehéz, nagyon nehéz a 19-es korosztály, de ez nem csak nálunk mondható le, ez több klubnál is sajnos ez nagyon nehéz. Mi is a mi feladatunk? Tehát igazából nem az van, hogy te nyerjünk eredményt, itt az a mi feladatunk, hogy a kicsikkel megszeretessük a sportágat, a labdaérzékelés fejlesztés, és ilyen gurul, pattog, örömmel jöjjön, tehát ne az legyen, hogy fú, most én azért lesznek sírások, biztos eltalálja a labda, nem úgy fog menni, nem fog gólt rúgni, ez már tapasztalatban mondjuk, de próbáljuk mi is azért, majd itt a feleségem is be fog segíteni, illetve Peti bácsi a kapusedzőnk, aki most az előbb jött motorra is beszokott néha, meg próbáljuk a kapusokat kiszűrni már ilyen idős korosztályban, hogy már az U9-ben ne kelljen gondolkodni, mert egy tudjunk vele foglalkozni. Hány edzés várja a fiatalokat hetente? Heti két edzéssel készülünk, két csütörtök, a Zovivá úgy néz ki, hogy 4:30-tól 4:30-ig, a U9-nél 4:30-tól 4:40-ig, az U11-es korosztálytól 5 órától 6 óráig, az U14 szintén 5 óráig, 6 óráig egy időben, a 14-es korosztályunk pedig 6 órától 7 óráig, ahol már kicsit hűvösebb idő várható rájuk. Mikor indulnak az utánpótlás bajnokságok? Az utánpótlás bajnokságok az úgy néz ki, hogy a Bozsik tornákkal indulnak, az U11-es korosztályunk kezdi meg a szereplést, a felnőtt csapatunk immár szombaton, szintén bajnokit játszik 5 órakor, ötömös csapatával, a Bozsik korosztályunk, U11-es korosztály megy a jövő héten, azt említettem, és utána héten jön a fesztivál, ahol az U7-U9-es korosztály egyszerre egy napon vesz részt Bordányba. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben megtekinthetik a Kiskunfélegyházi Szilveszterstán stúdió augusztus 20-ai fellépését, ellátogatunk az Árpád Fejedelem Gimnázium tanévnyitó ünnepségére, és Sirkó Zoltán kertészmérnök előadásából megtudhatjuk, hogyan lehet a városban a zöld felületeket változatos, biodiverz módon telepíteni és fenntartani. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!